Köszöntöm nézőinket! Önök a Duna Újras Televízió Mozaik című közéleti magazinját látják. Még ősszel fogalmazta meg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, illetve több szociális és civil szervezet, hogy egy adománygyűjtő program keretében élelmiszerpontot hoznak létre a rászorulók számára, és elsősorban tartós élelmiszereket fognak gyűjteni. Az előkészületek után a startvonalhoz álltak a program résztvevői, erről a sajtó előtt is beszámoltak. A COVID-járvány időszakában gyűjtött már tartós élelmiszereket a Roma Kisebbségi Önkormányzat, ami akkor sikeresnek bizonyult. A mostani inflációs helyzetben az elszabadult energiaárak miatt ismét a nehéz helyzetbe kerülő emberek megsegítésére kezdeményeztek összefogást. A program előkészítése lezajlott, és most el is startolt. A programban fontos feladatai lesznek az útkeresés segítő szolgálatnak. Az élelmiszerpont megálmodói most már úgy gondolták, hogy magasba lövik ezt a felhívást a város lakók felé, és megkezdődik a gyűjtés. De hát konkrétan itt tart most ez a program. Az útkeresés segítő szolgálat olyan módon vesz részt ebbe az egész megmozdulásba, hogy általunk biztosított az, hogy valóban azokhoz a családokhoz kerüljön a városlakók, a vállalkozók, a szervezetek által felajánlott adomány, akik valóban rászorulnak. Az élelmiszerpont ötlete, vagy ahogy Mészárosné Libor Ágnes fogalmazott, egyik megálmodója a Roma Kisebbségi Önkormányzat és elnöke Hosszú János. Ennek a támogatási formának ugye több módja is lehetősége van. Egyszer az, hogy a Vöröskereszt által Széchenyi régi kollégiumot most ők üzemeltetik, ott is van az élelmiszergyűjtő pontunk, ahova az itteni adományozók felajánlhatják, vagy bevásárolhatnak, és lerakhatják ezeket a tartós élelmiszereket, vagy tisztasági szereket. A másik pedig egy alapítványban, ugye az útkereső szolgálat alapítványában is várunk pénzügyi adományokat, úgyhogy akinek erre van lehetősége, vagy kerete, vagy affinitása, vagy bármi ide hozzáállása, akkor szeretettel várjuk ezeket az adományokat. Természetesen az annak rászoruló családok nevében is megköszönjük ezeket a dolgokat. A programhoz bárki csatlakozhat, adhat és adományozhat. A koordinációt az útkeresés alapítványa fogja majd össze, így lehetőség van arra is, hogy aki úgy gondolja, az pénzbeli támogatással forduljon a program felé. Az útkeresés segítő szolgálatnak azért vagyunk 1987 alapítványa. Egyébként azért jött létre, hogy a városban rászoruló embereket tudjuk valamilyen vagy pénzbeli, vagy pedig természetbeli formában segíteni. Most jött egy lehetőség, többen összefogtak a kisebbségi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az adománykuckó, a Vöröskereszt, akik adományoztak nekünk, és ezzel próbáljuk segíteni az embereket akár természetben, akár pénzbeli juttatással. A programhoz több civil szervezet is azonnal csatlakozott, a Vöröskereszt teljes mellszélességgel állt mellé. A Vöröskereszt a gimnázium volt erdősori kollégiumi épületében folytatja a munkáját, és az élelmiszerpont bázisaként is segíti majd a munkát. Bartalos Norbert és a Boldog délután nevét sok éve ismerjük, ők jellemzően melegétel adományozással foglalkoznak, és nem sokat gondolkodtak azon, hogy csatlakoznak-e a programhoz. Nyilván megtisztelve érezzük magunkat, hogy egy ilyen körbe be tudunk lépni, és a válasz nyilván igen volt, úgyhogy mi a magunk részéről próbálunk meg adományokat, élelmiszereket gyűjteni, és ezeket természetesen eljuttatni a Vöröskereszt részére, a gyűjtőhelyre. A program indulásakor is jelen volt, ahogy most is Pintér Tamás polgármester, aki köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vállalnak a nehéz helyzetbe jutott emberek megsegítésében. Nyilván egy olyan helyzetet kellett nekünk is most átbeszélnünk, amiben nagyon nehéz helyzetben lévő embereknek a segítségét tudjuk megvalósítani, és ebből a szempontból nézve ez rendkívül szomorú, hogy olyan sokan vannak a városunkban is, akik nem tudnak egyik napról a másikra megélni, olyan alapvető élelmiszerek, olyan alapvető ellátások hiányoznak az életükből, amivel gyakorlatilag muszáj, hogy segítséghez forduljanak.
Ez egyből a szempontból nézve nehéz és rossz érzéssel töltött el, de azt gondolom, hogy mikor körbenéztem és láttam azt a sok segítő embert, akik körülöttem ültek, akkor valamilyen szinten bizalmat tudtam magamban is ébreszteni a felől, hogy nem lehet olyan problémás helyzet a városunkban, amelyet ezek az emberek ne tudnának legjobb szívben megoldani. Az élelmiszerpont adománygyűjtő program most elkezdődött. Sok száz dunaújvárosinak szeretnének segíteni. Olyanoknak, akik valóban nélkülöznek. Segítsenek Önök is! A létesítmény fennállásának 70 éves évfordulóját ünnepelte a Dunaüresi Repülőtér. Ennek apropóján szervezett ünnepséget a Dunafel Repülő Klubba napokban. Egy már-már felfoghatatlanul szép évfordulót ünnepelt a Dunafel Repülő Klub. Idén 70 éves a Dunaújvárosi Repülőtér, amely fennállása óta kiemelten szép sportsikereket élt meg. Emellett pedig megannyi tehetséges pilótát és repülésbe jártas szakembert képzett ki. Tehát volt mit ünnepelni, volt miről emlékezni, és van mire büszkének lenni. A mai napig. Én azt gondolom, hogy minden szervezet életében nagyon fontos az idő, amit eltöltött a tevékenységével. 70 év az már emberöltőben is azért egy tisztességes méretű. Én azt gondolom, hogy egy klub életében 70 év nagyon-nagyon sok befektetett munka, nagyon-nagyon sok befektetett érték, és nagyon-nagyon sok felnevelt fiatal pilótát jelent egy repülőklub életében. Nem csak repülés, ejtőernyőzés, sok-sok minden volt ennek a klubnak az életében, amiről azt gondoljuk, hogy 70 év eltelte után érdemes egy kicsit emlékezni. Nem is emlékezni, talán ünnepelni ezt a sok-sok mindent. Az eseményen részt vett a szakma egyik legelismertebb veteránja, Jávor Géza, sportrepülő is. A szakember meg annyi szép emléket őriz. Elmondása szerint persze teljesen más világ volt régen, ezen a területen is. Más világ volt, mint a mostani. Sok fiatal volt, és olyan lehetőségek voltak, hogy munkahelyről ki lehetett kérni. Úgyhogy egy-egy versenyre kikértük a fiatalokat, és úgy tudtak részt venni a versenyen. Na most az tud eredményt elérni, aki sokat repül. És ezért én mindent megtettem annak érdekében, hogy a Repülő Egyesület tagjai mindig levegőbe lehessenek. Sok jó időben sok távrepülést próbáltam indítani, ami úgy nézett ki, hogy nem értek vissza mindnyájan, ezért délután, amíg világos volt, addig motoros géppel mentem, elértük és húztam vissza, sötétbe meg gépkocsival, repülőgépszállítókocsival. És a sok repülés összefogta a repülőegyesületet meg a tagságot. 70 év emberöltőben sem kevés, egy költséges technikai sport életében pedig egészen hihetetlen. Ezekkel a gondolatokkal kezdte mondandóját Magyarovszky Mátyás önkormányzati képviselő. Ritkaság az manapság, különösen egy technikai jellegű és egyébként nagyon sokba kerülő sportágnál, hogy ilyen sok évig fent tud lenni úgy, hogy egyébként nagyon komoly eredményeket tudnak elérni. Itt csak tényleg egy nagyon pici szőszelet hozzátéve, hogy az én tudásom, és nem csak az én tudásom szerint, ez alatt a 70 év alatt ez a repülőklub olyan komoly tudású pilótákat képzett ki, akik egyébként nem csak Magyarországon, hanem a világon máshol is nagy, akár Boeing gépeket is vezetnek. Amellett, hogy egyébként óriási sport teljesítményeket tudtak nyújtani, nem csak a repülésben, hanem egyébként a repülés képzésében is. Én azt gondolom, hogy mindannyian joggal lettek büszkék arra, hogy egy ilyen eredményes és ilyen jól működő repülőklub van itt a környékünkön. Szép évfordulat ünnepel tehát a Dunaújvárosi Repülőtér, és ezzel együtt a Dunafel Repülőklub közössége. A 70 éves létesítmény a mai napig működik, és bár manapság talán sokan elfelejtik, továbbra is városunk egyik égköveként tarthatjuk számon. Az ISD Dunafel Zrt. Egyik legfontosabb egysége a meleghengermű. Az előállítási folyamat rendkívül összetett, a brammák több fázison mennek keresztül, míg végül nyers tekercsekké válnak. A gyáregységről, a gépekről és a munkafolyamatról Lontai Attila gyárvezetővel beszélgettünk. 2019-es összeállításunk következik. Más fogalom,
A kemence működését ismerteti Lontai Attila gyárvezető. A meleghengermű alapanyag igényét saját gyártású és import folyamatosan öntött brammákból elégítik ki. A folyamat végére elkészülnek a melegen hengerelt nyers tekercsek. A meleghengermű a Dunafer vertikális technológiai folyamatának egy eleme. A meleghengerműben dolgozzuk fel a folyamatos acélműben gyártott bugákat, de nem csak ezeket, hanem évek óta nagyon sok importbugát is szállítanak a meleghengerműben. Ezeket a bugákat a bugatéren fogadjuk, ez két részből áll, a belső bugatérből és a külső bugatérből. Az acél fogadása a belső bugatéren történik, ahol darukkal leszedjük a vasútról, ahol az acélműből vagy az importból érkezik, és ezek vagy közvetlenül a feladásra kerülnek a kemencékbe, vagy pedig kiszállításra kerül a bugatérre. A technológia első fázisa gyakorlatilag az újrahevítő kemencék, amiből a meleghengerműben három darab van, egy léptetőgerendás kemence, amit földgázzal fűtünk, és két darab tolókemence, amit kabragáz és földgáz bármilyen arányú keverékével képesek vagyunk fűteni. Itt hevítjük elő a bugákat a meleghengerlés hőmérsékletére, ami 1200 és 1270 fok környékén van. Ezt követően a görgősorra kerülnek ki a bugák. Először a kemencében keletkezett primér revét távolítjuk el egy primér revétlenítő berendezéssel, ami 250-300 bárral vízzel termelítja el a revét, majd az előnyújtó sorra kerül a buga. Az előnyújtó egy függőleges állványból és egy dúó vízszintes állványból áll, ezzel állítjuk elő az úgynevezett előlemezt, ami a késsornak az alapanyaga. A előnyújtón állítjuk be általában 230 mm vastag bugából a megfelelő előlemez vastagságot, ez 24 és 36 mm között változik, illetve a megfelelő szélességet, ilyen az acélműből 7-féle bugatípus érkezik, 7-féle szélességű bugatípus érkezik, ebből a 7-féle bugatípusból mi nagyon sokféle szélességet állítunk elő. A nyújtón szintén revétlenítés történik, itt a szekunder revét távolítjuk már el a sorról. A nyújtón 9, illetve 11 és 13 szúrással történik az előlemez előállítása. A következő berendezésünk a coil box, ami azt biztosítja, hogy a nyújtó és a sor közötti korlátos távolság miatt olyan nagy méretű bugát is tudunk felhasználni, amivel 22-23 tonnás tekercset is elő tudunk állítani, ami a fajlagos előállítási költségeket jelentősen tudja csökkenteni. A coilboxban fölcsévéljük az előlemezt, és innen adjuk be a sorra. Előtte van egy végvágó repülőolló, amivel a szalag elejét és végét eltávolítjuk, a biztonságos kezelés véget, illetve a sor előtt szintén van egy 140 báros revétlenítő, ahol a nyújtó után keletkezett primér revét szintén eltávolítjuk. A sor egy hatálványos, kvartó állványokból álló hengersor, ahol a részállítástól kezdve a hurokszabályzáson keresztül minden hidraulikus szabályzó rendszerrel történik. Maga a szabályzó rendszer egyébként konvertim rendszerre épül, amely a kemencétől a csévéig teljes mértékben felöleli a szúrástervek kialakítását, annak megvalósítását és kivitelezését. A kezelő személyzet ezeknek a felügyeletét, illetve a beavatkozás szükségességét látja el. Mind az előnyújtó vízszintes állványnál, mind pedig a hatálványos késsornál, mind a hatálványhoz munkahenger és támhenger cserélők vannak beépítve. Ezek automata cserélők, ezekkel történik a henger cserélés, ezzel gyakorlatilag termelési időalapot nyerünk. A hengersor után van a szabályzás fő eleme, a vastagság és szélességmérő, illetve a szelvénymérő. Ennek az adatai alapján szabályoz vissza a hengersor megfelelő méretekre, ahol a szélességet és vastagságot állítjuk be. Ezen kívül a hengersoron megfelelő hőmérsékletet, úgynevezett kilépő hőmérsékletet is állítunk be, hogy a megfelelő mechanikai tulajdonságokat biztosítani tudjuk. Ennek a végleges beállítása a kifutó görgősoron felett lévő lamináris szalaghűtő szakaszon történik. Itt állítjuk be a csévélési hőmérsékletet, ami már biztosítja a megfelelő mechanikai tulajdonságokat. A kész szalagokat két darab csévélőben csévéljük, az egyik 25 tonnás, a másik 35 tonnás tekercs csévélésére alkalmas, innen pedig automatikus elszállító rendszer viszi tovább az anyagot. A hengerelt mennyiségünknek több mint 50% a hideghengermű felé megy átadó láncon keresztül, a maradék 50%-ból is egy 10-15% a lemezalakító felé tekercs formában, a többit pedig tekercs, illetve tábla formájában dolgozzuk fel. A meleghengermű része még a lefejtő darabolósor, itt táblásítjuk a tekercseket, itt gyakorlatilag a másfél métertől 12 méter hosszig tudunk táblát előállítani. Mind a hengersornél még nem említettem, hogy a hengersoron 1,2 mm-től 18 mm vastagig állítunk elő szalagokat, ebből 12 mm-ig tudunk darabolni a lefejtő darabolósoron is. A lefejtő darabolósor kapacitása egy 370-380 ezer tonna éves szinten,
a maradék terméket pedig tekecsként, meleg tekecsként történik a kiszállítása. A több mint 600 meleghengerműves munkavállaló döntő többsége folyamatos három műszakban végzi feladatait. Lontai Attila elmondta, nők és férfiak egyaránt dolgoznak az üzemben, azonban vannak olyan feladatkörök, amelyeket kifejezetten csak férfiak láthatnak el. Meleghengerműnek a dolgozói létszám olyan 630-640 főt tesz ki, ez műszakonként olyan 100-110 embert jelent, hiszen van délelőttös létszám is, főleg a karbantartási tevékenységet végzik el. Ahogy azt Lontai Attila is elmondta, az előállított melegen hengerelt nyers tekercsek körülbelül fele a hideg hengermű pácoló sorára került tovább feldolgozásra. A többi nyers tekercs tábla, hasított tekercs vagy széles szalag formájában sima vagy mintázott felülettel kerül értékesítésre. A következőkben az Ornos Intézet megbízásából készült összeállítást láthatják. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Üdvözlök mindenkit! Doktor úr, nagyon sok embert érint a vizelettartási probléma, de nagyon kevesen mernek beszélni róla. Ez így van, de azért ez a probléma az előbb-utóbb tud olyan mértéket ölteni, hogy már nem tudja az illető véka alá rejteni, és akkor valamit csinálni kell, hiszen az illetőnek az életminősége fogja megsínleni ezt a dolgot. Ugye a reklámokban azt látjuk, hogy tisztes, őszes urak és hölgyek önfeledten bicikliznek pelenkában, gondolom akkor nem ez a megoldás. Hát az önfeledtséget azt igazából azt kétségbe vonnám, mert ez sohasem eredmény az önfeledt élet szituációkat sajnos. A megoldása számtalan lehet, amit nem lehet kihagyni a képből, akár férfiről, akár nőről legyen szó, az a gátizomzatnak az erősítése, tornáztatása. Most ezt vagy valaki meg tudja csinálni saját magának, úgyhogy előtte nyilván megtanítják rá, vagy egy olyan eszközt vesz igénybe, amihez az ő aktív közreműködése nem kell, de mégiscsak a gátizomzatát egy kicsit tudjuk vele erősíteni. Van konkrét összefüggés a gátizomzat és a vizelettartási problémák között? Természetesen, persze. Tehát, hogyha a gátizomzatnak a záró funkciója nem megfelelő, akkor a vizelet el fog csöppenni. Nincs férfiak mese. Esetében is ez befolyásolja? Férfiak esetében is befolyásolja, sőt, férfiaknál ugye a gátizomzat fölött közvetlenül ott van a prostata, aminek a gyulladásos betegségeit tudja befolyásolni a gátizomzatnak a tónusa. Hogyha ennek az izomzatnak a tónusa túlságosan feszes, túlságosan merev, akkor onnantól kezdve egy ilyen kis medencei diszkomfortot tud okozni ez az egész. Most ezeken egyébként lehet segíteni, van erre megfelelő eszközünk, amit ilyenkor be tudunk vetni. Tehát ilyenkor az a lényeg, hogy a gátizomzatot valamiféleképpen igen. megerősítsük, igen. mint férfiak, mint nők esetében. Tornáztassuk, igen. Tornáztassuk. Tehát erre vannak ezek a különféle elleshető, eltanulható torna mutatványok. Most, hogyha erre valaki nem érez magában affinitást, akkor milyen lehetőségek vannak? Ez körülbelül olyan, mint hogyha a fitness terembe járnánk. Otthon soha senki nem fog igazándiból saját magától tornázni, de hogyha bérletet vettünk egy fitness terembe, oda el fogunk járni, hiszen megvettük. Ott is általában valamilyen segítséget veszünk igénybe ahhoz, hogy bizonyos izomcsoportokat átmozgassunk. Itt gyakorlatilag ugyanerről van szó, csak itt egy olyan eszközről beszélgetünk, ez egy mágneses stimulációs fotel, amire az illető ráül, és anélkül, hogy bármit csinálna, anélkül ez a fotel egy elektromágneses erőtérrel, egy elektromágneses hatással az ő gátizomzatát elkezdi tornáztatni. Ó, tehát csak rá kell ülni, így van, és a tornamutatvány ez megy magától. Pontosan, nem kell csinálni aktívan semmit, nyilván ez egy érzést generál, tehát azt a beteg azért érzi, hogy az izmai mozognak, de alapvetően ez nem egy olyan nagyon kellemetlen dolog, ezt általában végig szokták tudni csinálni, és a végeredménye nyilván az, hogy a záróizom funkció az valamelyest helyre jön, és a vizelettartásnak ez egy elég hangsúlyos kérdésköre. Vannak-e ilyen sikertörténetek az ön praxisában, amikor azzal találkozott, hogy valakinek már konkrét vizelettartási problémája volt, és aztán ennek az eszköznek a segítségével, mi ennek a neve? Ez egy mágneses stimulációs fotel. Mágneses stimuláció segítségével sikerült ezen segíteni. Hát kombinált kezeléseket szoktunk alkalmazni, tehát aki vizelettartási rendellenességgel jelentkezik nálunk, és az illető nő, annál azért egy lézeres inkontinencia beavatkozást szoktunk csinálni. De ez önmagában még nem garancia arra, hogy a vizelettartási zavar megszűnik, ezt minden esetben ki kell egészíteni
egy, hát ezt hívhatjuk gyógytornának gyakorlatilag, ez praktikusan egy passzív gyógytorna. Hát csak egy olyan izmon, amiről az ember általában nem vesz tudomást, és nem nagyon nem szokott ráedzeni. Nem vesz tudomást, azt se tudja, hogy hol van, azt se tudja, hogy hogy kell mozgatni. Most, hogyha valaki mondjuk idősebb korában találkozik egy ilyen problémakörrel, annak azért már nem biztos, hogy el lehet magyarázni, hogy milyen gyakorlat. Igen, milyen ez pontosan hol található, igen, hol, és milyen gyakorlatokat kell erre végezni. Így van, erre jó ez a fotel, hogy azt a lézeres beavatkozást kiegészítendő, egy gyógytornát tudjunk alkalmazni. Most ideális esetben egyébként, hogyha valakinek nem annyira előre haladott még az a problémája, akkor adott esetben ettől a foteltől önmagában is a vizelettartása azt tud javulni. Milyen gyakran kell ezt a fotelt igénybe venni? Hát ez nagyon-nagyon egyénfüggő, ezt általában urológus szokta tudni megmondani úgy, hogy feltérképezi azt, hogy az illető vizelettartási problémájának a hátterében mi áll. De hogyha áttérünk mondjuk a nőkről a férfiakra, akkor pedig a krónikus prostatagyulladásnak a terápiájában lehet ennek helye. Illetve férfiak esetében nagyon érdekes, hogy a prostata megnagyobbodás miatt őket általában azért előbb-utóbb szokták operálni, hogyha ha nem műtéttel nem sikerül megfelelő vizeletáramlást elérni. És a prostata műtétet követően kialakuló vizelettartási zavaroknál férfiak esetében, ha korán elkezdjük ezt a tornát, akkor ennek rendkívül jó eredményei vannak. És hogyha ezzel a tornával megerősítette a páciens a gátizomzatát, akkor lehet, hogy utána ő magától is már könnyebben tudja edzeni azt a területet, mert ő korábban fogalma sem volt. Hát az biztos, hogy azt megtanulja az illető, hogy a gátizomzata hol helyezkedik, és mit csinál. Hát tudatosulni fog, és hogyha ez tudatosul, akkor onnantól kezdve önmagának ezt már fogja tudni otthon tornáztatni. De ezzel elég behatóan meg lehet mutatni azt, hogy ilyen izom is létezik, és ezzel igenis foglalkozni kell, mert hosszú távon vizelettartási zavarokhoz, prostatabetegségekhez tud vezetni azt, hogyha ezt az izmot elhanyagolják. Tehát akkor mind a vizelettartás esetében, mind prostata megnagyobbodás esetében, illetve azt követően... Prostatagyulladás, igen, vagy prostata műtéteket követően kialakul vizelettartási zavarba. Tehát akkor az az első és legfontosabb, hogyha valaki ilyen vizelettartási problémával küzd, akkor merjen segítséget kérni, mert van segítség. Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat újra megtekinthetik a dstv.hu-n, illetve a közösségi oldalunkon. Kövessenek bennünket az Instagramon is. Viszontlátásra!